Sziasztok! Hát akkor készítsük el ezt a csoda kenyeret. Extra sajtos vajas fokhagymás. Első lépésként a fokhagymát fogjuk elkészíteni, méghozzá csak annyi a dolgunk vele, hogy félbevágjuk, egy picit olajjal meglocsoljuk, alufóliába tekerjük, és 200 fokon 30 percet fogjuk sütni. Kenyértésztájával is nagyon egyszerű dolgunk lesz. Öntsünk egy tálba langyos vizet, aztán az élesztőt morzsoljuk bele, egy nagyon pici cukrot fogunk hozzátenni, és tegyük félre. Ameddig várjuk, hogy felfusson az élesztő, addig mérjük ki a lisztet. A pontos mennyiséget megint majd a leírásban fogjátok találni, hogy miből mennyit használtam. Ilyennek kell lenni az élesztőnek. Pezsek, hallgassátok csak! Most már hozzáönthetjük a lisztet, hozzáadunk egy pici sót, és kezdhetjük is kézzel kidolgozni. Viszont azt ajánlom, hogy most géppel ne dolgozzatok. Ennek a tésztának nem tesz túl jót, de kézzel is nagyon gyorsan össze fogjuk tudni állítani. A víz mennyisége az mindig liszt függő, ezért én azt javaslom, hogy először 160 g vizet tegyetek bele, aztán egy 10-20 ml kis langyos vizet tegyetek a kezetek mellé, és ha úgy érzitek, akkor még egy nagyon picit cseppenként adagoljatok hozzá. Nem szabad, hogy ragacsos legyen a tészta, de kellemesen gyúrható maradjon. Kidolgozott tésztát helyezzük lisztezett tálba, fedjük le és hagyjuk a duplájára kelni. Ez alatt készítsük el a tölteléket, amihez a vajat kimérem. Fontos, hogy szobahőmérsékletű vajjal dolgozzunk, és akkor hozzáadok egy csipet sót, egy csipet borsot, egy csipet csilit. Ez természetesen kihagyható, ha valaki nem szereti a csípőset, de nem nagyon fog rajta érződni. És akkor, amit még bele fogunk tenni, az petrezselyem. Én egy fél csokor petrezselymet fogok apróra belevágni, és ehhez fogom hozzáadni majd a megsült fokhagymát. Mutatom.
És akkor időközben megsült a fokhagymánk is, fantasztikus illata van. Vigyázzunk vele, nagyon forró, mielőtt kinyomkodjuk a tálba. Egyesével is hozzányomkodhatjuk, de ha valaki ügyesebb, az így egybe is megpróbálhatja kinyomni belőle. És akkor az egészet keverjük teljesen simává. Amikor a vajunkat kikevertük, reszeljük le még hozzá a sajtot. És ha mindennel elkészültünk, valószínűleg a tésztánk is megkelt, amivel el is kezdhetünk dolgozni. Lisztezett felületre fogom borítani a tésztát, és vékonyra fogom kinyújtani ilyen fél ujjnyira körülbelül. Miután kinyújtottuk, kenjük meg a vajas fokhagymás petrezselymes krémmel. Majd szórjuk meg bőségesen sajttal. Picit nyomkodjuk bele a sajtot a vajba, a tésztába, így könnyebb lesz szeletelni. Négy részre osztom, hosszában és széltében is, így 16 darab kockát fogok kapni. A sütőformát állítsuk hosszára, így könnyebb lesz egymásra pakolni a szeleteket.
Miután megpakoltuk a tésztával a sütőformát, ismételten fedjük le, és hagyjuk még kelni körülbelül egy 20 percet, fél órát újra. Ez alatt melegítsük elő a sütőt 175 fokra. A megkelt tészta mehet is a sütőbe, 20 percet fog sülni, körülbelül 175-180 fokon süssük, nem tudom kinek milyen a sütője, szép aranybarna legyen, mutatom. Így néz ki ez a csoda, fantasztikus illata van, és nagyon-nagyon finom. Egy pár percet hagytam hűlni, majd kiborítottam a formából. És mutatom nektek, hogy milyen belülről. Minden rétegében olvad a sajt. Belül puha, picit ropogós a teteje a sajttól, úgyhogy nagyon-nagyon finom. Szerintem ezt megéri kipróbálni, nem sok alapanyag kell hozzá, gyorsan is elkészül, nincs sok tennivalónk, úgyhogy mindenképpen próbáljátok ki. Ha elkészült, jó étvágyat hozzá nektek. Sziasztok!